Tunéziában tárgyaltak olasz és európai uniós tisztségviselők tegnap. Az illegális migráció elleni határozott fellépés mellett a koronavírus okozta gazdasági nehézségek megoldása is napirenden szerepelt. A megbeszélésen az olasz kül- és belügyminiszter mellett ott volt Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosa is. Szerinte Tunézia az EU egyik legkulcsfontosságú partnere, ezért is fontos, hogy az unió gazdaságilag segítse. Meglátogattuk Tunéziát az olasz külügyminiszterrel, Luigi Di Maio-val, az olasz belügyminiszterrel, Lamorgese asszonnyal, közösen Ylva Johansson belügyi biztosasszonnyal, illetve jó magam, egy közös EU-olasz diplomáciai látogatás során. Feladat adott, egyrészt a Maghreb régiót is kifejezetten erősen sújtotta a Covid-válság és annak gazdasági hatása, illetve annak gazdasági kára. Ugyanakkor egy komoly migrációs kihívással is szembenéz a régió. Láthatjuk, hogy Tunéziából elég komoly feláramlás volt egész nyáron, és azért mentünk oda tárgyalni, hogy ennek az új bizottságnak az új migrációs megközelítését ismertessük a tunéziai hatóságoknak, és tulajdonképpen egy új megállapodást ajánljuk nekik, egy átfogó, többrétű gazdasági fejlesztési megállapodást, aminek ugyanakkor része lenne az is, hogy elvárjuk a Maghreb régiótól azt, hogy segítsenek azokban a kihívásokban, amelyekkel mi viszont egyedül nem tudunk szembenézni, ez pedig a migráció. Magyarán, hogy segítsenek megállítani azt az illegális beáramlást, amit tapasztaltunk egész nyáron, és ami joggal bántja az európai közvéleményt. Tunézia és benne az egész régió, említhetném Marokkót, de akár Algériát is, vagy akár Egyiptomot, kiemelt fontosságú partnere az Európai Uniónak, azon túl, hogy egy velünk szomszédos régióról beszélünk, tehát közvetlen a kölcsönhatás, akár a gazdaságról, akár a szociális ügyekről, akár a diplomáciáról, akár a migrációról beszélünk, de ezen túl nyilvánvalóan közösek a kihívások is. Másrészt akkor van Európa biztonságban, és akkor tud Európa is prosperálni a válság után, hogyha ez a régió is biztonságban van és prosperál. Ezért az új bizottsági megközelítés az, hogy mi segítünk azokban a gazdasági kihívásokban, amelyek a legnehezebbek ennek a régiónak, ott tartani az egyre növekvő populációt, helyben munkahelyeket és gazdasági növekedést teremteni, és ugyanakkor elvárjuk, hogy ők pedig segítsenek minket abban a kihívásban, hogy ne használják ki, ne éljenek vissza az európai adófizetők jó indulatával és az európai szociális rendszerrel azok az illegális migránsok és azok az embercsempészek, akik ezt egész idáig tették. Úgy gondolom, hogy sikerült megtalálni azt az új egyetértést, azt az új platformot, amin keresztül végre fogjuk tudni hajtani ezt a tervet. Úgy látom, hogy a tunéziai vezetésben nagyon-nagyon nyitottság arra, hogy együtt tervezzük meg a gazdasági kilábalást mind a régiónak, mind pedig Európának, és bevonjuk őket az európai válság utáni építkezésbe, gazdasági élénkítésbe, és segítsünk abban, hogy a befektetők számára egy vonzó területté váljon ez a régió, és ugyanakkor úgy látom, hogy végre megértésre talál az az üzenet, hogy márpedig nem lehet az illegális migrációt számukra sem elfogadni, hiszen önmagában ez a jelenség és a mögötte álló bűnözői csoportok destabilizálhatják ezt a régiót még inkább. Én nem a magyar fél jelenlétében mentem oda, hanem az Európai Bizottság képviseletében. Olaszországnak szüksége van az európai intézmények támogatására, és én nagyon jó néven vettem, hogy az olasz külügyminiszter ezzel a javaslattal ért, hogy együtt menjünk oda. Úgy gondolom, hogy ilyen súlyú ügyeket sem a tagállamok önmagukban, sem az európai intézmények önmagukban nem képesek elintézni, és szemben az előző bizottsággal én azt a megközelítést követem, és úgy láttam, hogy ebben Johansson biztos asszonnyal abszolút egyetértünk, hogy csak a tagállamokkal közösen fogunk tudni ilyen súlyú problémákat megoldani,
és ugyanezt a metódust fogjuk követni az összes többi szomszédságunkhoz tartozó érzékeny országban. Várjai Olivér magyar uniós biztost hallották az elmúlt percekben, aki tegnap Tuniszban tárgyalt Tunézia elnökével a migrációval kapcsolatos problémákról. Vendégem most Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgató helyettese. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye azért is ment el Várjai Olivér Tunéziába egyébként az olasz belügyminiszterrel együtt, mert hogy nagyon komoly migrációs hullám indult el Tunéziából, és ez aggasztja az EU-s tagállamokat. Mi ennek az oka ennek a migrációs hullámnak? Nem teljesen új keletű jelenség az elmúlt évtizedekben, azt tapasztaltuk, hogy a tágabb Mágreb régió és az észak-afrikai országok fontos kibocsátó országok is egyben, tehát nem csak tranzit útvonalat jelentenek szubszaharai Afrikában, hanem ők maguk is küldő országok, és egyébként az utóbbi években fontos célországok is. Elég csak a líbiai konfliktusra gondolni, melynek eredményeképpen sok ezer migráns egyébként átérkezett a polgárháború sújtotta országból. Úgyhogy ilyen értelemben nem új a jelenség, most valóban van az elmúlt időszakban egy gyorsulás. Itt egy közvetlen ok feltételezhetően maga a koronavírus válság, hiszen tudjuk jól, hogy a gazdasági lehetőségekre, körülményekre nagyban rányomja a bélyegét. Ismertek a makroadatok, kétszámjegyű munkanélküliség sújtja az országot, és ez különösen erős a fiatal korosztályok körében, akiknek igenis alternatíva az, hogy elindulnak az Európai Unió felé. Azt mondják, hogy itt a koronavírus miatti lezárások kapcsán az embercsempészek is új útvonalakat kerestek, és az egyik az pont Tunézia felé vezet. Itt egy kipróbált útvonal újra felfedezéséről van szó, hogy az Olaszország érkezéseknek két lába van, az egyik az ugye maga Líbia, a másik pedig Tunézia, ennek praktikus földrajzi okai vannak, viszonylag könnyen megtehető ez a táv valamelyik olasz szigetig, ugye az elmúlt hónapokban ismét Lampedusa-ra irányult a figyelem, és a különböző híradások, szakmai szervezetek jelentéséből az rajzolódik ki, hogy valóban az embercsempész hálózatok megerősödött aktivitása is ott van minden mögött, tehát valahogy el kell jutni oda a tunéziai partokhoz, hogy abból aztán csónakos indulás lehessen. Itt ugye Várhelyi Olivér arról beszélt, hogy a segítséget kell odavinni, tehát segíteni kell Tunéziának abban, hogy stabil maradjon. Nyilván itt a koronavírus válság érinti az országot, ahogy ön is elmondta, a különböző számokból ez látszik. Miben tudunk segíteni mi? Miben tud segíteni az EU abban Tunéziának, hogy megállítsa a migrációs hullámot? Az Európai Unió és több tagállam is már az elmúlt évtizedekben elkezdte azt a munkát, hogy Tunéziával és úgy a tágabb régió országaival kereste az együttműködést, többek között az illegális migráció feltartóztatása érdekében. Ennek fejében különböző pénzügyi eszközöket, csomagokat adott, kedvezményes hitel lehetőségeket biztosítottak nemzetközi szervezetek, mindazért, hogy Tunézia is visszafogja az illegális migrációs áramlásokat Olaszország felé. Gyakorlatilag én a mostani nyilatkozatokban és a tegnapi találkozóban én azt olvasom ki, hogy továbbra is ez lehet az egyik kulcs része az Európai Unió Tunézia politikájának. Én szerintem továbbra is ezt fogjuk látni, hogy különböző pénzeszközökért, fejlesztési elérhetőségekért cserében ezt fogja kérni az Európai Unió, hogy fékezze ezeket az áramlásokat. Nyilván ez bele fog majd illeszkedni abba a migrációs stratégiába, ami elvileg szeptemberben várható. Ugye a német elnökség célul tűzte ki a Dublini rendszernek a reformját. Egyelőre töredék információk szivárogtak ki erről. Mit lehet erről tudni? Mik lesznek a főbb lábai ennek a migrációs reformnak, átalakításnak? Valóban az új Európai Bizottság mindent elkövet, hogy erről minél kevesebbet tudjunk, tehát nem szivárogtatást én sem nagyon láttam, ugye itt a hivatalos nyilatkozatokból lehet kiindulni, ebből egy vegyesebb kép rajzolódik ki, és hát emellé oda tehetjük a német elnökség programadó dokumentumát, amelyből egy meglehetősen vegyes kép tárul elénk, tehát egyrészt megjelenik a külső határok védelme, kibocsátó és tranzit régiókkal folytatandó jobb, hatékonyabb együttműködés, akár már valamilyen előszűrés a menedékkérőknek az EU területén kívül, de ugyanakkor ott van a szolidaritás jegyében valamilyen típusú szétosztás előirányzása, tehát a német prioritások, célkitűzések ezek, és az Európai Bizottság részéről is hasonlóan vegyes megnyilatkozásokat hallunk, tehát ott is megjelenik a külső határok védelme, és ugyanakkor valamilyen, például valamilyen szétosztási mechanizmus, hiszen a frontországoknak a tehermentesítése az továbbra is érdek, és ezek az országok nyilván ezt szeretnék a jövőben is, bármilyen okból megemelkedik a menedékkérők száma, akkor ő rajtuk segítsenek, láttuk, hogy 2015 óta
gyakorlatilag ez egy élő és létező törekvés. Nagy kérdés az, hogy az Európai Bizottság és mögötte valahol felsejlően a német soros elnökség milyen kompromisszumos megoldást fog lerakni az asztalra. Igen, és itt ugye pont tegnap a tunéziai tárgyalások kapcsán az olaszok mondták, hogy ők szeretnék felgyorsítani a visszaküldéseket. Gyakorlatilag ez 2015 óta probléma, hogy mi legyen azzal, aki nem kap menedékstátuszt, mert nem jogosult rá. Németországban is, ahol ugye nagyon sok migráns, nagyon sok migránsnak célország, ott is probléma ez, és hát Olaszországban is probléma ez. De miért probléma ez? Mi kell ahhoz, hogy valakit sikeresen tudjanak visszaküldeni a hazájába? Ez egy elhúzódó probléma, hiszen már 2015 előtt is azt láttuk, hogy ezek a úgynevezett hazaküldések nem igazán működnek jól. Ennek praktikus okai vannak, elsősorban az szokott lenni a gond, hogy a kibocsátó ország nem hajlandó visszafogadni az állampolgárait, mert hogy ennek alapvetően az lenne a feltétele, hogy létezzen egy érvényben lévő visszafogadási egyezmény. Tunéziából az EU-nak nincsen ilyen, viszont Franciaországnak, Olaszországnak és talán Svájcnak is van, tehát két oldalú alapon ez elvileg működhet. Nyilván ebben ennek értelmében valamilyen szinten együttműködő Tunézia, de ha még ez igaz is, hogy ez a szándék megvan, akkor jönnek a praktikus problémák. Sokszor ezeket az állampolgárokat nehéz elérni, nem találják meg a hatóságok, meg se várják a kérelmük elbírálását, feldolgozását, hiszen ők sok esetben nem is Olaszországba indultak alapvetően célországként, hanem mennének tovább, és meg sem várják a hivatalos eljárás végét. Tehát azt látjuk, hogy itt praktikus problémák is vannak, és sok esetben valóban nincs is ilyen visszafogadási egyezmény. És akkor eltérve a magyar oldalára az egésznek, ugye az elmúlt napokban, hetekben azt láttuk, hogy megnőtt a migrációs nyomás a magyar határon, a hétvégén 209 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák. Mi az oka annak, hogy most egyre több a próbálkozás? Ugye néhány hete láttuk, hogy szervezett csoportokban gyakorlatilag megtámadták a magyar határt. Én azt gondolom, hogy az van alapvetően mögött, hogy a Nyugat-Balkánon most, hogy a Covid korlátozásokon azért enyhítettek ezek az országok, és elsősorban a turizmus saját gazdaságuk felélesztése érdekében kicsit könnyebbé vált a mozgás, és továbbra is sok esetben itt az a megfontolás ezeknél az országoknak, hogy minél gyorsabban távozzanak a területükről, tehát viszonylag szabadon tudnak jönni menni akár embercsempész segítségével, és nyilván, hogyha eljutnak az Európai Unió kapujába, akkor abból próbálkozás lesz, és hát utánpótlás van a rendszerben, csak a Balkánon több mint 120 ezeren vannak, csak Görögországban vannak szerintem 120 ezeren, tehát ez a szám még magasabb, javítom is magamat, tehát hogy az utánpótlás az adott, és ez még akkor is igaz, hogyha egyébként Görögországban viszonylag alacsony számban tudnak jelenleg bejutni illegális migránsok Törökország felől, de ez a kapu ez továbbra is létezik és elérhető az Európai Unió felé. Janik Szabolcsnak köszönjük az elemzést. Köszönöm szépen.